Ezt a veszprémi munkásszállót már többségében külföldiek lakják, főleg ukrán állampolgárok, akik a térség autóipari beszállítóinál dolgoznak. Egyikük édesapja magyar, őt tolmácsként foglalkoztatják, néhány hete beszélgettünk vele. Az a helyzet, dolgozni jöttem ide, mert otthon eléggé nehezen élünk meg. Két év alatt ennyivel több unión kívüli állampolgár kapott tartózkodási engedélyt az unión belül. Például a lengyeleknél nagyjából 15, a szlovákoknál pedig 21%-kal többen. A legnagyobb 113%-os növekedést Magyarországon mérték. Ez kiugróan magas az Eurostat friss összesítésében. A legtöbben munkavállaláshoz kértek tartózkodási engedélyt nálunk, csak tavaly 61 ezeren. Közülük 46 ezeren jutottak hozzá a dokumentumhoz a bevándorlási hivatal szerint. Ez 20%-kal emelkedett 2017-hez képest. A hivatalos adatoknál azonban biztos, hogy sokkal többen vannak azok a külföldiek, harmadik országból jövők, akik Magyarországon dolgoznak. A kormány két éve könnyített két szomszédos országból érkezők, az ukrán és a szerb állampolgárok munkavállalásán. Nekik azóta tartózkodási engedélyre sincs szükségük, ha 90 napnál rövidebb ideig dolgoznak nálunk. Rajtuk kívül pedig 70 különböző harmadik ország munkavállalói kaptak munkavállalási engedélyt Magyarországon. Ezt korábban közölte a pénzügyminisztérium. A miniszter kérdésünkre ma azt mondta, csak átmenetileg emelkedhet a nálunk dolgozó külföldiek száma. Magyarországon egyetlen egy beruházás sem kerülhet veszélybe amiatt, mert Magyarországon nincs megfelelő rendelkezésre álló munkaerő. Tehát mindig is azt mondtuk, hogy azokban a szakmákban, szakmacsoportokban, ahol nem áll rendelkezésre átmenetileg megfelelően képzett magyar munkaerő, ott lehetőség van a cégek, vállalatok számára külföldi munkaerő alkalmazására. Az MSZP párbeszédnél viszont úgy számolnak, nem lesz kevesebb vendégmunkás Magyarországon. Azt mondják, a kormány ellentmondásba keveredett saját menekült ellenes politikájával. A kormány alacsonyan tartja a béreket, a magyar munkások százezrei mennek külföldre, helyükre a környező országokból, sőt Távol-Keletről hívnak be migráns ellenes propaganda ide vagy oda embereket dolgozni. A KSH friss jelentése szerint most összesen 172.600 külföldi él Magyarországon, több mint 10%-kal több, mint egy évvel ezelőtt.